Köszöntöm a kedves nézőket itt a hosszabbításban, ami számomra lehetne akár idegen terep is egy picit, de legalább a fotelok és a bútorok ismerősek nekem, és természetesen beszélgető társam is, Velkei Gut Ádám. Szervusz, köszöntelek itt. Szia, köszönöm a meghívást. Rendszerint ezt a beszélgetést én szoktam megnyerni, aminek én nagyon örülök, és hát beszélgessünk akkor arról, amiről már sokat beszélgettünk régebben is, amikor kezdett fölívelni a sportpályafutásod, ami nem is volt olyan túl régen tulajdonképpen. Nem, két-három éve kezdtem el komolyabban foglalkozni az atlétikával. Igen. Előtt ugye crossfit, meg sok sportot kipróbáltam igazából. És akkor itt ragadtál meg atlétikán belül is, az ugye a futószámok. Igen, és a rövidebb futószámok, a sprint számok inkább. Nagyon mennek neked. Erről is fogunk majd beszélni, hiszen az apropója pedig egy olyan eredmény, amire már szerintem régen vártál. Ugye az épek között is szeretted volna már régebben is kipróbálni magad. Nem tudom, van-e ennek valamiféle kritériuma egyáltalán, hogy jelentkezéskor vizsgálnak-e valamit? Nem, ugye én vagyok hátrányban velük szemben tulajdonképpen, mert ugye engem műtöttek, ugye én kaptam vesét, és nekem ugye az hátrány, hogy nem szedhetek semmiféle táplálékkiegészítőt, nem szedhetek mondjuk úgymond ilyen teljesítményfokozókat, ugye, mondjuk ilyen szénhidrátokat, ilyen edzés közben való pótlásra, stb. Nekem nincsen semmilyen bemutatni valóm velük szemben. Én versenyezhetek közöttük, nyilván ők nem versenyezhetnek az én számaimban, mármint úgy, hogy a transzplantátokkal. Igen, nagyon régóta szerettem volna már egy ilyen eredményt elérni mondjuk az egészségesek között. Tavaly is indultam szintén fedett pályán 60 méteren, de akkor sajnos nem sikerült ilyen jól zárom az egészet. Igen. Milyen volt ez az idei verseny, mielőtt az eredményre konkrétan kitérünk? Kemény volt a felkészülésünk, mint mindig. És most ugye siker koronázta a felkészülést, szerencsére egész jól sikerült zárni, ugye említettem ezelőtt is, és nem is tudom mikor volt, most 18-án volt talán a 60 méteres fedett pálya. Mintha azt említetted volna még igen, beszélgetés talán... előtt, igen. Igen, és most ott sikerült a B-döntőt megnyernem, és így összesítettében a 7. helyen zártam a versenyzést. A többiek tudták rólad egyébként a versenyző társak, hogy te transzplantált versenyző vagy? Nyilván akikkel együtt edzem és szintén indulnak, ők tudják, hogy milyen műtéteken estem át, de nem nagyon szoktam híreszteni a többiek között, tehát ezt kicsit próbálom így rejtegetni, de akik tudják, azok odajönnek és mondják, hogy le a kalappal előttem, hogy ilyen műtét után is így helyt tudok állni közöttük. Az eredmény nagyon szép, hogy a B-döntőt megnyerte, tehát összesítettben 7. lettél. Ez mennyire felelt meg maga az eredmény, mondjuk a másodpercre, tized másodpercre szóló eredmény, mennyire felelt meg az elképzeléseidnek? Elégedett vagyok az időeredményemmel, a 7.01 lett az eredményem. Mondjuk 7 másodperc alatt szerettem volna futni, de ez a 200-ad, az most már nem, most nem szar, az úgy vagyok vele. Amit igazából magamtól vártam, hogyha egy kis szerencsés közben jött volna, akkor az A-döntőbe szerettem volna bejutni, de nem vagyok elégedett, nem vagyok... úgymond elégedetlen magammal, mivel a B-döntő is egy szuper hely, és így a 7. hely összesítettben szerintem számomra egy olyan mérföldkő volt az atlétikai pályafutásom során, ami hatalmasat fog lendíteni rajtam ahhoz, mivel ez, a további versenyzéseim során, mivel ez hatalmas motiváció most számomra. Igen. Hát hogyha leszorított 7 alá, akkor A-döntő is esélyes lehet, nem? Akkor sikerült volna, igen, mivel az A-döntőben többnyire mindenki 7 másodperc alatt futott, illetve a kvalifikációs futamok során is, de alakulok, dolgozom rajta. És akkor legrosszabb esetben 6. lettél volna, ugye? Igen. Ezek szerint. Igen, mert most hétfős futamok voltak csak rendezve, mivel a 4-es pálya az kicsit üzemen kívül van, így mondták nekünk is, nem nagyon működik. És az egyik srácot illetve kizárták, mivel kiugrott az A-döntőben, így végeztem én a 7. helyen. Aha. No hát azért tényleg semmi oka az elégedetlenségre. Hogyan tovább, hiszen ez a 60 méter egy szám. Tervezed, hogy más számokban is megméreted magad az egészségesek közt? Igen, egy belegondolva a sprint számokat figyelembe véve, 100 méteren majd a kinti játékokon úgymond, a szabadtéri versenyeken is szintén szeretnék indulni 100 méteren, ahol szintén az országos bajnokság lesz a fő célom, és ott is szeretnék a legjobb 8-ban végezni, ha az összejön. Bár a 100 méter kicsit nehezebb, szerintem a 60 méter nekem jobban fekszik, mint a 100, de rajta leszek a dolgon. Mi kell ehhez még? Kell edzened mondjuk egészséges sportolókkal együtt is? Szoktál edzeni? Hogy van rá mód? Edzem minden nap. Minden nap. Igen, nekem szerencsém, hogy én közöttük vagyok, és folyamatosan húznak engem, tehát folyamatosan tudok fejlődni. Hányan vagytok ott általában edzésen? Hány ember foglalkozik veled mondjuk konkrétan? Konkrétan? Hát ugye az edző mindenféleképpen ott van, ő külön figyelmet
fektet rám azért, figyel jobban rám, de 3-4-en szoktunk többnyire együtt edzeni, és azért mindenki mond egymásnak tanácsokat, figyeljük egymást, hogy mozog, próbáljuk egymást segíteni folyamatosan, hogy haladjunk előre. Nem vagynak egyedül azért, hát azért ilyen szép eredmények után azért muszáj meg. Érzel valamilyen kis, hogy te vagy a kis kedvenc, vagy megbecsült sportoló? Nem. Abszolút úgy kezelnek, mintha semmilyen ilyen problémám nem lenne. Abszolút úgy állnak hozzám, hogy várják tőlem szintén a maximumot, mint mindenkitől, és próbálnak úgy kezelni, mint egy egészséges sportolót. Igen. Hát meg volt az eredmény, jó van, gratulálunk, most akkor egy új fejezet nyílik, igen. És ugyanúgy hajtanak. Tehát... Igen, ezzel nem nagyon foglalkoznak. Nincs, igen. Na az új fejezet, akkor mi lesz az új fejezet most? Ez az év elég jól indult számodra. Igen. Mindenképpen mi vár még rád? Transplantált keretek között majd indulok a, nem is tudom, 21. vagy a 22. transplantáltaknak rendezett világjátékon, amit idén Spanyolországban, Malagában fognak megrendezni. Nyilván ez most a fő célom, de ugye még a 100 méteres országos bajnokság is az egészségesek között a listán szerepel, de visszatérve a transzplantált versenyre, ott a 100 méteren, illetve 200 méteren szeretném majd megdönteni a világcsúcsot, ami a 60 méteres eredményemből kiindulva nem is tűnik lehetetlennek. Uh-huh. És most... Csak 40 métert kell még hozzátenni. Igen, már csak annyi van hátra. Igen. Aztán most ugye elkezdtük az alapozás szintén, aztán majd lesz valami lesz. Ilyen probléma nincs, ugye van fedett helyettek, hiszen azért mondjuk az elmúlt hónapok, ebből az évből eltelt egy-két hónap, azért jó sok hideget is hozott, de megvoltak azért most megfelelő. Most volt az évnek az eleje. Ezt mi is éreztük, a felkészülés is egy kicsit nehezebben ment, mivel bemelegedni is kicsit nehezebb volt. Szerencsére van fedett pályánk, és ott próbálunk készülni folyamatosan. Picit olyan mostoha sorsotok van nektek, ahogy észrevettem, abból is, amit mondtál meg, amit azért a különféle médiumokból le lehet venni. Alakul ebben valami? Tehát, hogy picit több figyelem hárulna rátok a nagy magyarországi sportbirodalmon belül? Kicsit, ez a dolog egy kicsit kacifántos, de kezd alakulni, szerencsére. Ezt le is kapogom gyorsan. Egyre több figyelmet szentelnek nekünk. Igyekeznek úgy viszonyulni hozzánk, hogy mi is ott vagyunk mondjuk a egészségesekhez viszonyítva a nemzetközi élvonalban, mivel a magyar szervátültetetteknek a csapata mindig többnyire az első három helyen szokott végezni az éremtáblázatot figyelembe véve. Most például a Magyar Atlétikai Szövetség rendezni fog nekünk azt hiszem 25-én egy versenyt, ami a fogyatékosok számára van, és ott mondjuk együtt leszünk ömlesztve, tehát mindenféle fogyatékos sportolóval együtt fogunk versenyezni, de ez egy jó kezdeményezés szerintem részükről, hogy kicsit nyitnak felénk is. Hát igen, a parasportolók között is vannak kategóriák tulajdonképpen, de ti meg nem mehettek a paralimpiára. Ez is érdekes, ugye? Mert például az Enni Sportgálán minket együtt rangsoroltak a parasportolókkal, de amúgy más tekintetekben pedig nem vagyunk egy kategória, tehát ez még ilyen nincs kialakulóban, de dolgoznak rajta remélhetőleg. Mert nem tűnne ördögtől valónak, hogy a paralimpián ti is részt vehetnétek, nyilván a megfelelő kategóriába besorolva. Én örülnék neki nagyon. Hát, az biztos, biztos, biztos. Akárhol is lesz. Igen. Olimpia. Hát Ádám, még egyszer nagyon nagy szeretettel gratulálunk, és szeretjük, hogyha hozod ezeket a jó híreket, már pedig te azon vagy, hogy ezek a jó hírek érkezzenek, onnan nem azért feltétlen, hogy bejöhess nyilatkozni, de azért ez is benne lehet, és dolgozom rajta. Jót beszélgettünk, ilyen jó témákra mindig nagyon szívesen beszélgettünk. Köszönöm szépen, és én is köszönöm. Köszönöm a figyelmet, eddig tartott a hosszabbítás, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.